A civil szövetség 2021-ben alakult meg Dombóváron, amelyet több mint 40 civil szervezet alkot. A munkát felügyelő tanácsnak pedig 5 tagja van, mondta el az elnök. A civil szövetség fő feladata, hogy a Dombóváron aktívan tevékenykedő, működő civil szervezeteket összefogja. A civil tanács pedig ugye a civil szövetség munkáját koordinálja, negyed évente összeül, ezt követően pedig civil szövetség üléseket tart, ahol minden egyes programot, feladatot a civil szervezet vezetekkel közösen tárgyalunk át. Meglátásom szerint a 2022 év az nagyon aktív volt a civil élet szempontjából, hiszen ugye a Covid időszakot követően ez az első év volt, ahol nem volt semmi lezárás, semmilyen korlátozás, hogy a civilek szabadon tevékenykedhettek, találkozhattak és mozoghattak. Covid válság is, illetve a 2022-es év is megmutatta, hogy a dombóvári civil szervezetek rendkívül jól együtt tudnak működni, nem csak a saját területükön, hanem összefogással is. Erre voltak különböző programok, illetve felhívások, amikhez csatlakoztak az egyesületek Dombóváron. Tartalmas programokkal telt a 2022-es év Dombóváron. Az év kezdettől aktívan álltak a szervezési feladatokhoz a civil szervezetek, akik különféle programokkal tették színessé a mindennapokat. Az Ózonasztma Egyesület hagyományteremtő szándékkal hívta életre az új év köszöntő rendezvényt, ahol a városban működő szervezetek vezetői vehettek részt. Ez ugye Vízkereszt napjához kapcsolódott. Aztán rögtön februárban Dombóvárváros önkormányzat támogatásával a civil tanács civil gálát szervezett, ahol Szalai Bobrovnicki Vince civil kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Potápi Árpád János országgyűlési képviselő volt jelen, valamint köszöntőt mondtak. Nagyon fontos kiemelni, hogy ezen a rendezvényen is, mint ahogy a többin helyi fellépők adtak műsort a résztvevők számára, a gálát követően pedig állófogadással láttuk vendégül a megjelent civil szervezetek képviselőit, tagjait. A nyár folyamán megszervezésre került a Vásártéren a civil majális, ahol a civil szövetségben résztvevő egyesületek, valamint a Tolna megyei civil információs iroda munkatársa is részt vettek főzőverseny keretében. A főzőverseny eredményhirdetését követően úgyszint műsorokat adtak helyi civil szervezetek, valamint föllépők. Fontos kiemelnem, hogy ezen a rendezvényen az egyesületek együtt lehettek egy területen, és itt nagyon jó lehetőségük nyílt arra, hogy egymással beszélgessenek, illetve még jobban megismerjék egymás munkáját. Az ősz is megmutatta azt, hogy milyen jó az együttműködésük a civil szervezeteknek, hiszen 2 olyan kiemelt rendezvény volt, ami a civil szervezetekre alapozott. Ez ugye a Domborfest volt az első, ahol ugye a dombovári Éles Simon Kertbarát Egyesület, a dombovári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombovár-Kernen Baráti Kör, valamint a dombovár magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesületének dombovári szervezete Dombovárváros önkormányzatával közösen hozta létre ezt a Domborfestet, ami már ugye több éves múltra tekint vissza. Továbbá a Dőri Lecsó Fesztivál, mely itt a múzeumkertben került megszervezésre, ezt a Vállalkozók Fóruma hívta életre, elsődlegesen itt is a városban működő civil szervezeteket várták, ugye ez a Lecsó Fesztiválhoz kapcsolódik, ahol a szer megjelentek különböző ízek szerint lecsót állítottak össze. A Tolna megyei információs iroda, valamint a miniszterelnökség felhívására kárpátaljai magyarok számára szerveztek gyűjtést, és azt gondolom ez is igen jól megmutatta azt, hogy Dombóváron egyként működnek a szervezetek, ugyanis rendkívül sok hideg élelmiszer adományt gyűjtöttek össze egy hét leforgása alatt. Az események hátterében sok esetben több szervezet tevékenykedett azon, hogy színvonalas programot rakjon össze a dombóváriaknak és minden érdeklődőnek.
A tavalyi év több szervezet életében is nagyon fontos mérföldkő volt. 70. évfordulóját ünnepelte a Dombóvár Városi Horgász Egyesület, valamint a Dombóvári Spartakusz Szövetkezeti Egyesület, ők sportegyesület tekéznek, továbbá 50. évfordulóját ünnepelte a Dombóvári Kertbarát Egyesület, illetve a Kapos Kórus. Ugye ez is mutatja azt, hogy Dombóváron nagy hagyománya van a civil szervezetek működésének. Sport tekintetében Dombóvár városa minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Világnap szellemiségéhez. 2022-ben újra szerveződött a KEF, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ez a szervezet hozta létre idén is az Autómentes Világnap programját Dombóvár város önkormányzatával. Ide úgyszint csatlakozott több dombóvári civil szervezet a lebonyolításba, illetve a szervezésbe, teljességig igénye nélkül a Dombóvári Ózonasztma Egyesület, a Dombóvári Kertbarát Egyesület, valamint a Dombóvári Szívklub Egyesület, illetve a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete. A szeptember folyamán sportágválasztó program került megszervezésre. Ugye a városban 27 működő sportegyesület mutatkozott be. A civil tanács hagyományos rendezvénye, a civil gála idén egy újdonsággal bővül majd. Február 2-án kerül megszervezésre a dombóvári civil gála. Ez abból a szempontból lesz novum, hogy itt adjuk át a civil elismeréseket. Idén annyit elárulhatok, hogy két személy, illetve egy szervezet kap civil elismerést. A Nemzeti Együttműködési Alaphoz a 2023-as működésre és programok szervezésére az idei évben adta be a legtöbb támogatási kérelmet sport és civil szervezet Dombóvárról. Ez is mutatja, a dombóvári civil szervezetek idén is arra törekednek, hogy tartalmas programokat kínáljanak majd.